Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig a Wartile, egy érdekes keveréke a táblás játékoknak és a számítógépes játékoknak, a kinézet alapján látható is. Viking harcosokat fogunk gyakorlatilag egy-egy darabban irányítani és kezelni, ki tudja, ki ellen és mi ellen, lássuk. A mysterious plague is spreading around the northern kingdoms like wildfire. After a long time, it's finally engulfed your village. Inside the small huts, sick villagers moan faintly as their life force fades away bit by bit. This morning, your father, the Jarl of the village, finally succumbed to the plague. Standing at the ceremonial pyre, you take up his mantle and ask the village Gordy for advice. The village Gordy greets you. Times are tough. We must appease the god of healing through a blood sacrifice. Take the boat to the Tears of Eir and make an offering at the sacred pond. Nos, nem túl kellemes környezet. Betegség, véráldozat. Na lássuk. Oké. Consumes the ceremonial pyre, sending your father onto his last journey. You feel the eyes of the villagers weigh on you. Csak úgy felkaptunk egy birkát.
Embark on a quest to end the mysterious plague by making a sacrifice to the gods. Azért a töltés mennyisége az néha egy kissé túlzás. Na, kampány térkép. Vehetünk új figurákat, kezelhetjük a páncélt és egyéb kütyüket rajtak. Uhú, kapott egy. Rendes pajzsot. És picit jobb, mint a mostani felszerelt. Asgard. Hát a semmihez képest biztos jobb, ha van rajta egy sityak. Azt hiszem, de megegyezhetünk. Szóval egy bogyó. Van annyi. Neked meg alig van páncélod, úgyhogy azt használjuk. Tavernába. 300-ba kerülne, gondolom. Jorgen. Igor. Thorhilda. Ez úgy érzem kötelező megvenni, már csak a név miatt is. De egyértelmű, hogy Ivor lenne. Ivor Bonecrusher. No. Kártyákkal tudok valamit tenni? Nem hiszem. Kötelezően ezeket a kártyákat visszük. Azt hiszem. Ó! 300 lenne. Hát nem igazán reális, hogy ezekre van bármi pénzem is.
5 ember tudunk vinni, felteszem, ha jól értem. De most csak 2 van összesen, úgyhogy nem sok opció van. With a small sacrificial lamb in tow, your warband go ashore at the Tears of Air. Your journey is interrupted by a band of rowdy Norsemen who have taken refuge near the tree. They have no intention of letting you pass. Not in one piece. No hát, kártyákat nyerünk, meg valamit. Lássuk. És felteszem újra the és újra. The tears of Eir appears through the fog. The air crackling with cedar, a crimson tree bears testament to the god of healing. Suddenly, the Norsemen draw their swords. Újra és újra neki lehet menni a küldetéseknek, nehezebb fokozatba, vagy más változatba, vagy egyéb hasonlóval. Ott van egy láda. Valóban az egy jó ötlet, hogy nem lépünk bele a saját csapdánkba. Nem látok semmit, ami hasznos lenne. Lányzsás. Egy sityakot. És honnan lesz csapdánk? Oké, de mondjuk ehhez megsérült, ami nem túl egészséges. Találtunk egy botot. Oh!
Okay. Ha! Mondjuk, hogy milyen haszna van ennek, azt nem tudom mi. Ó, ott egy barlang. Felteszem, akkor kijutunk ide. Láncsa. Oké, de azt mondta, hogy rakjak le egy csapdát. Nem találtam csapdát sehol. Úgyhogy hogy rakjak le csapdát? Elég sokan vannak. Ó, itt meg még többen, és ott a csapda, amit majd felszedünk. Még egy lányzsa. Ki tudjuk adni nekik? Túl jó. Amennyire látom. Oké. Azt nem mondtam, hogy be is kell rakni csapdákat.
Na, hát haladgatunk tovább. Na, pusztulj már meg. Látom, ez a vezető, ez elég nagy kihívás. Feláldozzuk a kecskét. Wretch. Exhausted from the battle and with the sun setting, the men decide to stay the night. They will travel back to the village in the morning. Ja, megöltünk egy csomó helyit. Jó kis éjszaka lesz, feláldoztunk egy kecskét. Nem azt mondom, hogy gyorsak voltunk, mert nem voltak gyorsunk. De azért kaptunk egy kis szorzót. Meg jó néhány lootot. Na hát, nem rossz, nem rossz. Azt hiszem. Jó pofa kis játék. Lehetne gagyi buzogány. Defense skillt adna egy picit. De kisebb sebzés, meg kisebb támadást. Az nem túl jó. Gagyi pajzs. No, egy fokkal jobb lándzsa. Több támadás, több védelem, több sebzés. És hát van már rajta egy nem túl minőségi felszerelés. Hát ez elég drága lenne. És még senkit nem értünk el, úgy látom. Nem csak megvenni kell, hanem megfizetni. Harminc életerőt gyógyít három bogyóért. Ugye egyért a csapda. Egy akadály. Rage, düh, harag. 60% boostot kapunk, de csökken a páncélunk meg a védelmünk. Hát ez nem, nem túl hasznos. Sok opció nincs, visszük őket, meg őket következő küldetésre. De az már úgy érzem legközelebb lesz. Nos, ez a Wartile, szimpatikus, barátságos, meglátjuk.